arra biztatnám a szülőket, hogy fejleszék a gyermekük önállóságát. Tehát már első osztályban nem az a feladata a szülőnek, hogy megcsinálja a házi feladatot a gyerek helyett, hanem sokkal inkább az, hogy segítsen az önállóságban, hogy önállóan pakoljam be, önállóan írja meg a feladatait. Tehát erre figyelj oda a szülő. A másik nagyon fontos, hogy mindig megkérdezze, mi történt az iskolában, hogy érezted magad, tehát beszélgessen sokat a gyermekkel. És ha a gyereke elmondja, akkor legyen időnk meghallgatni. És ilyenkor arra gondolok, hogy nem úgy mosogatás közben, vagy tévénézés közben, hanem az az igazi beszélgetés, amikor szemtől szembe leül a szülő a gyerekkel, és beszélget. Tehát ez az igazi minőségi idő, amikor a szemébe néz, és figyel arra, hogy a gyereknek milyen érzéseket vált ki az iskola. Ugyanakkor arra is oda kell figyelni, hogy ezeket az érzéseket se ne értékeljük le, se ne értékeljük túl fel. Tehát legyünk nagyon objektívek. Ha a gyerek panaszkodik valamiben, hallgassuk meg, de ne engedjük, hogy az indulataink uralkodjanak rajtunk, hanem sokkal inkább objektíven próbáljuk ezeket a problémákat megoldani. És hagyjuk, hogy a gyerek önállóan azért próbálja ki magát, hogy hogyan is érzi ott az iskolában. Tehát egyedül oldja meg a problémákat. Otthon csak 10-15 percet tanuljon már a gyermek. Tehát ne legyen az, hogy na akkor egy óra alatt megcsináljuk az összes házit, hanem legyen a házi feladatok elvégzése között szünet. Hagyjuk a gyermeket szaladgálni, pihenni, semmiképpen ne foglalkozzunk vele 10 percnél tovább. A másik nagyon fontos, hogy a gyerekkel leülnek beszélgetni, akkor ez a beszélgetés, ez a tanulás soha ne úgy zajlodjon, hogy közben anyuka vagy apuka ideges, vagy most rossz hangulatú, mert ha a tanulás rossz hangulatban zajlik, akkor a gyermekbe ez rögzül, hogy a tanulás, az iskola, a házi feladat, ez egy olyan dolog, ami stresszel jár. Tehát próbálja a szülő először saját magát megnyugtatni, és úgy üljön le, vagy az a családtag üljön le a gyerekkel, aki legnyugodtabb, legjobban rá van hangolva a tanulásra, és a tanulás az mindig nyugodt körülmények között zajlodjon. A másik nagyon fontos dolog, hogy a gyermeknek az idő beosztására is figyeljünk oda. Tehát ma már nem engedhetjük meg, ha iskolába jár, hogy fennmaradjon 10-11-12 óráig. Tehát egy 6 éves gyereknek azért az a 10-9 óra alvásra nagyon nagy szüksége van. És ha hazament, akkor hagyjuk egy picit pihenni. Figyeljünk oda, hogy eleget aludjon, figyeljünk oda arra, hogy reggelizzen, ez nagyon fontos. Mert sajnos vannak olyan szülők, akik úgy gondolják, hogy majd késő, vagy nincs idejük, vagy rohannak. Én megértem, mert az Ungvári iskolában sokan a környező falvakból utaznak fel. Nagyon korán kell kelni. De a reggeli az elengedhetetlen a gyermek számára, mert a reggeli nélkül nem tud figyelni, éhes, fáradt, hamarabb elfárad. Tehát ezek a dolgok olyan apróságoknak tűnnek, de a gyermek életét mégis megkönnyítik, és sokat segítenek abba, hogy hamarabb adoptálódjon. Van olyan szülő, aki úgy gondolja, hogy neki a gyermek iskolai életében teljesen 100%-ig részt kell vennie. Ez nagyon veszélyes, ugyanis később ez visszaüt. Ugyanis a gyerek megszokja azt, hogy mindent helyette a szülő intéz. És ez nem csak az első 4 osztályban lesz így, hanem az életben is. Ebbe a csapdába a szülők van úgy, hogy valóban beleesnek. És minden osztálytársal, minden tanárral úgy gondolja a szülő, hogy csak az övének, az ő gyerekének van igaza, ami nagyon helytelen. Mert később nem nevel akkor a szülő egy önálló egyéniséget, hanem egy olyan egyéniséget nevel, aki mindig mást hibáztat. És aki mindig más hibáztat, az azért probléma, mert akkor ez azt jelenti, hogy nem oldja meg a problémáját, hanem mindig talál egy hibást, akire azt lehet mondani, hogy ez azért nem sikerült, mert ebben ez vagy az hibás. Tehát ez egy egészségtelen személyiség fejlődéséhez vezet. Hanem valóban azt tudom mondani a szülőknek, hogy az a tanárnő, akinek elveszik a tekintélyét, az onnantól kezdve nem tanárnő, tehát már nem tud tanítani. Mert ha azt mondja otthon a szülő, hogy a tanárnő ilyen-olyan, amolyan, akkor a gyerek onnantól kezdve nem tanul tőle. Mert miért tanuljon egy olyan szemétől, akire a szülő rosszat mond. Tehát erre nagyon vigyáznunk kell. Mert akkor a gyerekbe is felmerül a kérdés, hogy miért adtak be egy olyan iskolába, egy olyan tanárnőhez, akit nem tisztelnek a szüleim. Akkor kinek van igaza? Tehát összezavarjuk a gyermekünket. Hanem fontos az, hogy valóban együttműködjenek.
és megtalálják a közös hangot, mert a tanárnőnek is az a célja, hogy a gyermeket nevelje, oktassa és tanítsa. És a szülőnek is ez a célja. Tehát azért mondom, hogy vigyázni kell, hogy az érzelmek ne szabaduljanak el, hanem arra összpontosítani, hogy a gyermek, mint egy önálló személyiség, ő maga találja meg az osztályban a helyét, találja meg a kapcsolatot a tanárnővel, az iskolával, és ebben úgy tudunk segíteni neki, hogy meghallgatjuk a problémáit, megbeszéljük, de empátiára is neveljük. Tehát nagyon fontos az empátiára való nevelés, amikor arról szól, hogy más gyereknek is vannak érzései. Más gyerek is ugyanabba az osztályba jár, amelyikbe te. Neki is ugyanolyan nehéz az első osztály. Őneki is lehet, hogy bántja ez vagy az a helyzet. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak a mi gyerekünket, tehát ne szűküljön be a látásunk a mi gyermekünkre. Vegyük észre a többieket is, és a gyermekünket is erre tanítsuk. És ha így teszünk, akkor valóban egy egészséges, fejlett személyiség fejlődik ki a gyermekünkből.